Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Mi baj van a világ alakulásával? Etikátlan például. Etikátlan? Rossz irányba van. Rossz fele megy. Rossz fele megy? Depressziós. Depressziós? Szeretetlenség. Szeretetlenség? Elnyomás. Elnyomás van. Nem törődömség. Tudatlanság. Tudatlanság. Felületesség. Manipuláció. Manipulálják az embereket? Igen. Nem is kicsit. Butítás. Mire manipulálják őket? Utaságra. Tudatlanságra. Tudatlanságra? Fogyasztásra. Fogyasztásra, vásárlásra? És vajon miért? Miért? De miért a fogyasztásra, miért manipulálják őket? Túlköltekezzenek. Fogyasszanak és vásároljanak. Igen, fogyasszanak és vásároljanak. Egyesek gazdagodjanak. Elégedetlenek legyenek. Eladósodjanak. Eladósodjanak. Betegek legyenek a kajától. Betegek is legyenek a kaját. Hát ugye megnézzük, akkor vajon mire manipulálják az embereket? Az anyagra. Az anyagra, így van. Tehát, hogy az anyagra költsék a pénzüket, nem? Tehát, hogy minél több pénzt elköltsenek az anyagra, nem? De biztos, hogy az embernek annyi anyagra van szüksége, mint amit az emberek az anyagra költenek? Nem. Tuti? Tuti biztos, hogy nem. Nem? Tehát, de mégis az emberek azt gondolják, hogy abban lelik a boldogságukat, nem? Az anyagban. Igen. Nem azt gondolják? Igen. Ti hogy látjátok ezt? Félre vannak vezetve. Félre vannak vezetve. Tehát ugye a legtöbb ember azt gondolja, hogy az anyagban van a boldogság. És miért gondolják ezt így? Hogy jutottak ide, erre a gondolkodásra az emberek vajon? Média manipulátor. Levitték a hangot. Tehát e felé vitték őket, nem? Meg ezt látták a szülőktől. Szülőktől is ezt látták. Média, és még mi? Politika. Politika is, igen, aztán? Iskola. Iskola, ezt láttam, iskola, igen. Iskola. Így van. Így van. Tehát gyerekkortól elkezdték az embereket valahogy erre oktatni, nem? Elsülykolták be az emberekbe, hogy az a fontos, hogy hát akkor leszel boldog, ha minél több anyaggal rendelkezel, nem? Tehát ha megnézzük, már a gyerekek is azt gondolják, hogyha ő minél több anyaggal rendelkezik, tehát játékkal, ruhával, akármivel, nem? Igen. Akkor annál boldogabb. Pedig ez nem így van, nem? Hát régen például ugye közel nem volt ennyi anyag, és nem is rendelkeztek az emberek ennyi anyaggal, mint amivel manapság rendelkeznek, de mégis sokkal jobb állapotban voltak az emberek. Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal boldogabban élték az életüket. Sőt, ma a világban, hogyha elmegyünk különböző országokba, és hát ahol nincs éhínség, de gyakorlatilag nem mondhatjuk azt, hogy gazdag ország, de mégis valamilyen szinten a táplálékot meg tudják maguknak szerezni, akkor azok a népek sokkal boldogabbak, mint azok az országokban lévő emberek, akik hát magas életszínvonalon élnek. És tehát a magas életszínvonal az nem jelenti azt, hogy az ember boldogabb legyen. Tehát akkor vajon a magas életszínvonal, ha nem jelenti azt, hogy boldog legyen az ember, akkor vajon mi jelenti azt, hogy boldog legyen az ember? Tehát most nézzük meg, mit tudom én, tehát nyilvánvaló,
hogy az embernek legyen egy megélhetése, nem? Tehát hogy a szükségletei fedezve legyenek. Tehát nem az igényei, hanem a szükségletei. Az igény és a szükségletek közt óriási különbség van. Tehát egy igényt bármilyen embernek lehet gerjeszteni. Erre megvannak az eszközök, hogy hogyan gerjesztik az igényeit az embereknek, ezt csinálják is. A szükséglet, ilyen alapvető szükségletek vannak, hogy az ember kapjon tiszta levegőt, nem? Akkor tiszta vizet, nem? Akkor legyen normális élelmiszere, akkor legyen ürítése, az ürítésre lehetőség, akkor legyen fedél a valami hang itt bele szólt, vegyétek le a Skype-on a hangot. Tehát akkor legyen például... Vegyétek le a hangot a Skype-on. Anasztáziáéknál szól a hang. Anasztázia, vegyétek le a hangot. Akkor én veszem le a hangot. Jó, én levettem a hangot, oké. Most már nem halljuk. Na szóval lényeg az, hogy ugye gerjesztik azt, hogy az embereknek az igénye az nagyobb legyen. Tehát ott tartottam, hogy legyen fedél a feje fölött az embernek. Nem? Akkor a megélhetéshez, tehát a szükségleteihez legyen elég jövedelme, és ami e fölött van, az már gerjesztett. Tehát gyakorlatilag minden, ami e fölött van, az gerjesztett. Hát hogyha jobban megnézzük. Na most akkor, ugye ha a gerjesztett igényeket az ember kielégíti, mert mondjuk van elég pénze, és mégsem lesz boldogabb, akkor valami nem stimmel van a rendszerrel, nem? Tehát akkor valami olyan dolgot csinálnak, ami nem hozza meg a boldogulását az embernek. Tehát lehet látni, hogy a nagyon gazdag emberek semmivel nem boldogabbak, semmivel, mint az átlag emberek. Sőt, nem mondhatnánk, hogy egy picit is boldogabbak, hanem inkább azt mondanánk, hogy kevésbé boldogok, mert például, mit tudom, a nagyon gazdag emberek, azok csak testőrökkel tudnak közlekedni. Tehát, hogyha ő testőrrel közlekedik, akkor ő fél. Neked nem kell testőrrel közlekedni, mert te nem félsz. Tehát ő benne nagyobb félelem van, mint benned, mert ha nem lenne benne félelem, akkor nem lenne szükség testőrökre, nem tudom, világos-e. Tehát ő annyival rosszabb, most gondolj bele, hogyha egy embernek nagyobb a félelme, mint neked, akkor mitől lenne jobb állapotba? Hát semmitől, nem? Na most, ha nagy a vagyona, és mégis rosszabb állapotban van, mert fél, akkor teljesen logikus, hogy nem attól függ az, hogy az ember jó állapotban legyen, hogy mekkora a vagyona, nem? Hanem akkor mitől függhet? A hangulat. Hát nagyon egyszerű, hogy mitől függhet. A hangulat az már egy következmény. Tehát, hogy az ember jó hangulatú legyen, jó állapotú legyen, az igazából mitől függ? Mi a legfontosabb? Hát az, hogy ő, illetve őt, tehát mind a kettő, ő, illetve őt mennyire szeretik. Így van. Így van. Nem? Na most gondolj bele, akkor akinek testőre kell járni, azt mennyire szeretik? Ha nem annyira, nem? Na most tehát már akkor az ő életében
Maga ez a szeretet kérdés, azzal, hogy nincs jelen, nem? Na most, amikor nem volt pénz, vagy nem volt az embereknek ennyi pénzük, akkor láthattál egy olyat, mondok példát. Az én édesanyám az Szabolcsból származik, illetve Szatmár. A mai Magyarország legkeletibb csücskén lévő faluból származik, annál keletebbre a jelenlegi Magyarországon nincs község, nincs település. Tehát a legkeletibb csücske. Tehát mondhatnánk azt, hogy a Isten háta mögött. Szó szerint. Úgy is éreztük, mikor mentünk le, hogy már az Isten háta mögé megyünk, mert már messze volt. És lényeg az, hogy amikor én rengeteget ott lenn voltam gyerekkoromban, akkor én azt mondtam, hogy hát majd én felnőttként ott szeretnék élni. És tudjátok miért? Mert hát nagyon jó viszonyban voltak emberek. Tehát nagyon szerették az emberek egymást. Igen, nyugalom, béke, szeretet volt az emberek között, és én nekem a 70-es évekből olyan hangfelvételeim vannak még magnón, hogy, illetve már digitalizáltam, de magnó felvételek, ahol hát ott örömködünk, tehát együtt emberek, rokonok, és ott örülünk, és vidáman órákat eltöltünk egymással. Nem tévé mögött meg ilyen dolgok, hanem vagy tévé előtt, hanem úgy magunktól beszélgetve. És én imádtam lenni Szabolcsba, de szó szerint, és mondom, azt terveztem, hogy majd, ha én felnőtt leszek, akkor ott fogok élni. És hát ehhez képest megváltozott a világ, mert például határőrközség lett. Ami azt jelenti, hogy ott nyitottak egy határt a 80-as évek legvégén. Először kis határátkelőt, utána meg nagy határátkelőt. És azáltal, hogy határátkelő hely lett, ott elkezdtek az emberek seftelni. És ezáltal komoly anyagi különbségek alakultak ki falubéli családok között. És onnantól kezdve ezek a jó viszonyok úgy, ahogy volt, úgy főborult, hogy kész, vége. És onnantól kezdve beindultak egy ilyen más energiák. Tehát nem szeretett energiák, hanem ilyen irigykedés jellemzően. Természetesen ugye, ha az ilyen ügyeskedéssel teremt az ember pénzt, hát az nem annyira etikus. Na most a nem annyira etikusságnak pedig az ember lelkére nézve negatív következménye lesz. Ami azt jelenti, hogyha egy ember bármilyen életterületen elkezd etikátlankodni, akkor ez az egyéb életterületeire is kihat. Ami azt jelenti, hogy más életterületeken is elkezd etikátlanul cselekedni. Nyilván ez nem tudatos, ez egy természetes jelenség. Ezek az életterületek a következők, mutatom, mindjárt gyorsan oda megyünk. Tehát van 10 életterület, önmagaddal való helyes bánásmód, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, a munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel, a hatóságokkal és a teremtőddel. Tehát ez 10 életterület. És ha bármelyikkel etikátlanság elkezd történni, tehát etikátlanul elkezd működni az illető, mondjuk a munkájában, vagy a pénzkeresésben, pénzzel kapcsolatban, bármivel, akkor ez szépen a többi életterületre is kihat. Tehát ott például nem volt olyan, hogy válás. Tehát nem váltak el az emberek. És hát onnantól kezdve az etikátlan működés következtében kihatott a párkapcsolatra is, és sokan elváltak. Tehát ott például úgy éltek az emberek akkor, hogy például az én nagypapám, illetve nagymamám úgy éltek, hogy meghalt a nagymamám, rá egy hónapon belül meghalt a nagypapám. 80-valahány évesen.
Tehát ami azt jelenti, hogy jellemző az volt, hogy egyszerre haltak meg, vagyis körülbelül egy időben. Tehát nem volt különbség a halálozásban. Elkezdődött ez a másféle korszak, elkezdődött az anyagi világ, és onnantól kezdve elkezdődött az eltávolodás a korban, a haláltól. Ma úgy néz ki a falu, hogy mondjuk van a faluban kettő özvegy férfi, és van mondjuk 30 özvegy nő. Ami azt, most csak özvegyekről, most nem az elváltakról beszélek, hanem az özvegyekről. Ami azt jelenti, hogy eltávolodott egymástól a halál. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag már, tehát van egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, ez egy tanítás, mindegy. Itt nem nagyon szoktam az első részben tanítani, de időnként belefér. Az, hogy ha egy embernek a kapcsolata jó a párjával, akkor tűzön, vízen keresztül kitartanak egymás mellett. És ha ez egy viszonylag normális kapcsolat, akkor körülbelül egyszerre halnak meg. Tehát nem mennek szét. Tehát nincs szétválás. Tehát nincs elválás se, és nem nagy korkülönbséggel halnak meg. Tehát, hogyha két évnél nagyobb a halálozási különbség egy férj és egy feleség között, akkor ott valami gond van. Ami azt jelenti, hogy az, aki hamarabb meghalt, az kimenekült a kapcsolatból. De nem úgy menekült ki, hogy meghalt, vagy nem úgy, hogy elvált, bocsánat, hanem úgy, hogy meghalt. Oké? Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy régen, tehát nem menekültek ki a párkapcsolatból az emberek, ugye ott a faluban. Ez azért jó, mert ez egy 1000 fős falu, és a nagy részét ismertem személyesen, illetve ők jobban engem, mint én őket, mert ugye ők nekik egy voltam csak, én nekem meg 1000 ember. Tehát lényeg az, hogy ma egy olyan világ van már ott is, hogy egyszerűen az etikátlanságok miatt az életük további területére is elkezdett kihatni az etikátlanság. Na akkor is mondok egy másik dolgot, jó? Tehát a 80-as évek közepéig az ég adta világon semmi gond nem volt ott. Utána a 80-as évek végével ugye elkezdődött a kis határátkelő, majd a 90-es évek végével a nagy határátkelő, de köztem már volt egy olyan, hogy 90-es évek elejétől hát be akartunk jutni az EU-ba. Ezért elkezdték azt csinálni, hogy kicsi legyen a munkanélküliségi ráta, ezért fogták és elkezdték lenyugdíjazni, rokkant nyugdíjazni az embereket. Emlékeztek rá? Igen. És ott gyakorlatilag a falu nagy része az rokkant nyugdíjas lett, nem vicc? Igen. Tehát a körzeti orvos elindította a rokkant nyugdíjazásukat. És akkor bekerültünk az EU-ba, mikor volt az, 2006? 4. 2004-ben már a falu jó része és a rokonaim jó része az rokkant nyugdíjas volt. Na most, ha valaki azt gondolja, hogy rokkant nyugdíjasnak lenni úgy, hogy valaki nem rokkant, ténylegesen, akkor az nem biztos, hogy etikus. Sőt, nem, hogy igen, csak nem akartam ilyen hirtelen ilyen élesen fogalmazni. Tehát ami azt jelenti, hogy a társadalommal szemben etikátlan az a személy. Tehát egy ember nem csak másokkal szemben tud etikátlan lenni, hanem például tud önmagával szemben etikátlan lenni, például olyan dolgokat csinál, amivel a saját túlélését veszélyezteti, tehát rövidíti mondjuk az életét, vagy pedig mondjuk akár olyan szempontból is etikátlan tud lenni egy ember, hogy a társadalommal szemben. Társadalommal szemben hogy lehet etikátlan az ember? Például úgy, hogy bűnöz. És akkor elkülönítik a társadalomtól, mert bedugják egy dutyiba.
De egy másik fajta mód is van, ami törvényes, az, hogy én nem adok a társadalomnak, csak elveszek. Tehát kapni akarok tőle. Világos ez? Na most, ha valaki azt mondja, de ő adott. Nem az a lényeg, hogy mit adtál. Aki adott, az kapott is. Ott kezdődik, ha valaki azt mondja, hogy ő nem kapott a társadalomból, igen, iskoláztak. Ha téged iskoláztak, a társadalom iskolázott, akkor te kaptál. Ha bármilyen egészségügyi ellátást kaptál, akkor te kaptál. Érted? Tehát ne mondja nekem azt senki, hogy ő nem kapott semmit. Tehát ami azt jelenti, hogy az egy normális működés, hogy egy ember ad, kap. Tehát az azt jelenti, hogy ha én kapok, mit tudom, egészségügyi ellátást, ha én kapok iskoláztatást, vagy bármit a társadalomtól, akkor persze ezért nekem adnom kell. De fordítva, először kell adnom, és utána kapnom. Nem, nem úgy, hogy kapok, és majd adok, hanem először adnom, és utána kapnom. Tehát ami azt jelenti, hogy mindig azt szoktam hallani emberektől, hogy ő megdolgozott bizonyos állami juttatásokért. Aha. És addig semmilyen más állami juttatást nem kaptál, míg dolgoztál? Hát nem mondja nekem ezt senki. Tehát ami azt jelenti, hogy például valaki elment mondjuk munkanélküli segélyre, vagy elment mondjuk rokkantnyugdíjra, akkor onnantól kezdve ő nem adott az államnak semmit. Sőt, ha beteg volt, még kapott pluszt. Világos ez? És akkor hol a csere? Na most onnantól kezdve, ha egy ember úgy működik, hogy nincs tisztességes cserébe bárkivel, vagy bármilyen szervezettel szembe, akár az állammal szembe, akkor ő tök mindegy, hogy tudja vagy nem tudja, etikátlanságot követ el egy bizonyos életterületén. Például mondjuk hatóságokkal szemben, mondjuk vegyük ide az államot. Oké? Okay? De írhatnánk ide, hogy hatóságok és társadalom. A társadalommal szemben hogy követel etikátlanságot? Úgy, hogy mástól azért, hogy ő megkapja a rokkantnyugdíját mondjuk, mástól el kell venni több pénzt. Attól, aki dolgozik. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy elkezd valaki, elment mondjuk rokkantnyugdíjba, akkor onnantól kezdve egy életterületén elkezdett ezáltal etikátlan lenni, és ez elkezdett kihatni az életterületeire. És akkor megromlott a párkapcsolata, megromlott a szülő-gyerek kapcsolat, stb. Sorolhatnánk itt ezeket az életterületeket. És akkor az emberek elkezdtek boldogtalanok lenni, abból az egy okból kifolyólag, hogy milyen frankó ingyen kapok pénzt. Gyerekkoromtól hallottam azt, dolgozó emberektől, hogy milyen jó lesz majd, ha elmegyünk nyugdíjba. Akkor majd nem kell dolgozni. És emberek, mit tudom, 40 évesen vagy 45 évesen már várták a nyugdíjat. És számolták vissza, szinte vágták a centit, mint a katonaságnál, hogy hány év van még addig, hogy elmenjen nyugdíjba. Emlékszem, anyám is ezt csinálta. És akkor megkérdezi már többször tőlem, hány év van még neked a nyugdíjig? Mondom, mit tudom én, nem is érdekel. És akkor nem érti. Nem érti, hogy engem, hogyha nem érdekel, hogy nekem a nyugdíjig mennyi van. Nem érdekel a nyugdíj. Mert nem abból akarok élni. Világos ez? Majd valami adományra odaadjuk. Na mindegy, nem is az a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy én azt látom, tehát ez a minta az én szempontból ez a falu, mert tényleg ott egy olyan világ volt, ahol az emberek boldogan élték az életüket. Érted? Nagyon jó hangulaton. És nagyon sokat dolgoztak, és nagyon sokat termeltek. Érted? A boltba alig vásároltak valamit, érted? Mert mindent megtermeltek maguknak.
Tehát olyan például, hogy húsbolt nem is volt. Sokáig még kenyeret sem vittek a boltba, érted? Mert megcsinálták a kenyeret maguknak. Megsütötték. Tehát lényeg az, hogy egy olyan minta volt számomra, hogy lehetett látni, hogy a pénz az nem bolondította meg őket. És elkezdett ez a fajta működés megváltozni ott, és szó szerint a pénz megbolondította az embereket. Tehát az anyagiak szó szerint megbolondították az embereket. Akkor most menjünk vissza egy kicsit, jó? Volt a 19-ben lezárult az első világháború. 1919-ben. Mindenki boldog volt, mert lezárult a világháború. És ott volt az USA, akinél nem zajlott le háború, tehát ott volt teljesen úgy, hogy egy bomba nem csapódott be hozzájuk, és ott voltak a gyárak, a gépek, az első világháborút követően kihasználatlanul, hogy hát mert már nem kellett fegyvereket gyártani, illetve nem kellett a hadipart kiszolgálni, illetve a katonaságot kiszolgálni. És mindenki boldog volt, és senki nem vásárolt. Senki. És akkor kitalálták azt, hogy hát most az első világháború hatására mekkora módon fel kellett fejleszteni az ipart. Hát most építsük vissza. Dehogy is építsük vissza. Kitaláljuk azt, hogy átállítjuk a gépeket a nagy közönségre. De hát hiába állítjuk át a nagy közönségre, a nagy közönség nem vásárol. Ezért kitalálták azt, kérték a pszichológusokat, illetve az egyik pszichológust, amelyik úgy hívják, hogy a Sigmund Freudnak volt az unokaöccse, valami Bernard, akármicsoda, a kormányhoz szegőződő tanácsadónak azért, hogy adjon tippeket avval kapcsolatban, hogy hogy lehetne az embereket manipulálni arra, hogy vásároljanak. És akkor kitalálták azt, hogy a nőket könnyebb erre manipulálni, mint a férfiakat. És a nőkön keresztül elkezdték manipulálni az embereket. És akkor azt mondták, hogy hát de itt vannak a férfiakat még mindig nem tudjuk. És akkor a férfiaknak meg elkezdték, hogy hú, hát azokat meg érdekli a műszaki dolog. És akkor a férfiakat kezdjük el a műszaki dolgokon keresztül manipulálni. A nőket meg ugye a nem műszaki dolog, de egyéb minden. és lényeg az, hogy szépen elindult a hadipar ugye megváltoztatására, szépen amelyik előtte tankokat gyártott, az már nem tankot gyártott, hanem autókat, személykocsit a férfiaknak, amelyik, mit tudom én, a bakaruhát gyártott, az meg már nem bakaruhát gyártott, hanem a nőknek csinos ruhákat. És lényeg az, hogy szépen átállították a 20-as évekbe, de még ez nem volt elég. Hát az emberek jó állapotúak voltak, és a jó állapotú embereket próbálták volna manipulálni, de nem lehetett. A nőket is próbálták volna manipulálni, de nem lehetett. Tehát először el kellett érni, hogy rossz állapotban legyenek, hogy manipulálhatók legyenek. Ezért kirobbantottak egy gazdasági világválságot. A gazdasági világválság következtében rossz állapotba kerültek az emberek, és onnantól kezdve elindíthatták a manipulációt. És szépen elkezdték az embereknek megtanítani azt,
hogy az anyag az a legfontosabb az életben. És hogy abban találod meg a boldogságodat, az anyagban. És szépen egyre többen és többen ezt így gondolták. Elindult ez a fajta működés, ami ide juttatta az emberiséget, hogyha körülnézel kis hazánkban, vagy bárhol a világban, a fejlett országokról beszélek, azt látod, hogy az emberek nem boldogok. Nem boldogok. És keresik, tehát az ember ösztönösen keresi a boldogságot. És akkor kitalálták azt, hogy az a boldogság, hogy menj nyaralni. Az a boldogság, hogy megint vegyél valamit. Kitalálták, hogy csináljunk hatalmas bevásárló központokat, az plázázzanak az emberek. De ott is az is érdekes, mert olyan, hogy pláza, bolyok, olyakot nem nagyon hallani, de olyan, hogy pláza, cica. Na most a cica az a nőkre vonatkozik, nem a férfiakra. Tehát plázázni is inkább a nők csinálják a plázázást, nem a férfiak. Tehát ugye, hogy vásárol egy férfi? Ugye itt a teremben most körülbelül olyan fele-fele arányban vagyunk, úgy durván, tehát fele hölgy, fele férfi. Hogy vásárol egy férfi? Kitalálja otthon, hogy mit kellene vennie, és fogja, és azt csinálja, hogy fölírja, ha az több dolog, ha egy dolog, akkor mit tudom én, megjegyzi, és azt mondja, hogy hol lehet azt megvenni, és oda megy, megveszi, fizet, elmegy. Na, hogy vásárol a nő? Fölírja, hogy mit kell vennie, így van. Közben néz, mint a sas, érted? És, ó, hát ez is kell, ó, hát az is kell. Jaj, még ettől föl se írtam, ez is kell. És akkor, mit tudom én, vett volna egy szatyornit, hát de ez a nagy bevásárlókocsi már alig elég. Még jó, hogy van kocsi, és a csomagtartóba férnek a cuccok. Hát most én emlékszem, hogy hétvégére gyerekkoromban mindig nekem kellett menni bevásárolni. Volt egy közér tőlünk kb. 400 méterre, és akkor ott vásároltam be. Emlékszem, hogy ez a hagyományos kétfülű bevásárló kosár, az egy hétvégére elég volt. Hát az tele volt cucca, de az egy hétvégére elég volt. Most nem tudom, ha leülnél mondjuk egy bevásárló központba, és megnéznéd mondjuk pénteken délután, hogy az emberek a bevásárló szatyorhoz, vagy táskához, vagy mi a manok, kosárhoz képest most mennyit vásárolnak, akkor mit látnál? Na most nehogy valaki azt mondja, hogy mondjuk a 70-es években éheztek az emberek Magyarországon. Mert valaki azt mondja, az hazudik. Ha gyerekeknek ezt tanítják, akkor az hazugság, jó? Soha nem éheztünk. Tehát a magyar nem csak a 70-es években nem éhezett, még a háború alatt sem éhezett. Tehát onnantól kezdve ez egy olyan környék, ahol az emberek itt sose éheztek. Ezért nem kell, hála Istennek, bogarat meg patkányt tennünk. Oké, okay, mint máshol. Le fog esni. Szóval lényeg az, hogy egy olyan, hát ezért nem jó, hogyha előadás közben bejön valaki. Tehát olyankor maradjon kint az előtérbe. Jó? Mert elvonja a figyelmet. Tehát itt sose éheztek az emberek. Most azt nem értem. Gondoljátok végig. Miért visznek haza hétvégére több cuccot az emberek, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt? Kocsiági. És minden héten, mikor vásárolnak. Így van, örömforrás, így van. Azt hiszik, hogy az egy, ó, ezt is meg tudom venni, jaj, de jó, ezt is megveszem, ó, még ezt is persze. Ez az öröm. De ez meddig tart ez az öröm? Míg megvett. Hát míg megvett addig a pillanatig. A következő
Addig tart, míg nem megy oda a pénztárhoz, és Atyaisten, mennyit fizetek, tudom. Mert addig tart. Tovább biztos, hogy nem. És lényeg az, hogy egy ilyen világot élünk. Most gondoljátok végig. Tehát akkor, ha nem az igény miatt leszünk boldogabb, tehát hogyha neked nagyobb lesz az igényed, és attól azt gondolt, hogy boldogabb leszel, de talán most már kiderült, hogy attól nem leszel boldogabb, akkor nem ez a helyes irány, nem? Tehát, akkor nézzük a másik területet, jó? Tehát ugye arról volt szó, hogy az ember akkor lesz boldog, hogyha jók az emberi kapcsolatok. Tehát én ezt láttam lent Szabolcsban, vagyis itt lent Szatmár, hogy tényleg nagyon jók voltak az emberi kapcsolatok, és boldogak voltak az emberek. Érted? Mindenki tette a dolgát, mindenki termelt, tehát ott alkalmazottak is termeltek, érted? Tehát a TSZ-ben, aki dolgozott alkalmazottként, még az is termelt. Tehát az emberek termeltek, és nem csak a TSZ-ben, akik TSZ-ben dolgoztak, a mellett is otthon volt saját gazdasága. És ott, ha TSZ-ben nem termelt, mert mit tudom én, mondjuk egy aktakukac volt, attól még otthon termelt. Tehát lényeg az, hogy az emberek létrehoztak eredményeket. Tehát eredményesek voltak. Tehát mondhatnánk azt, hogy teremtettek. És ez is egy örömforrás. Tehát a mai világban megnézzük, elérték az embereknél azt, hogy hát ne teremtsenek, ne legyen örömforrás, ne legyen jó az emberi kapcsolataik, nem? Ne működjön ez a szeretet kérdés. Nem így van? Tehát eljutottunk ide. Na most de nézzük meg, hogy akkor hogyan lehetne ezt visszafordítani, ezt a dolgot. Hát nyilvánvaló úgy, hogy a szeretet, annak semmi köze az anyaghoz, nem? Tehát nem tudom, a szeretetet lehet-e kilóban mérni? Esetleg literben? Vagy valami hasonló mértékegységben? Mert az összes anyagot tudod így mérni, nem? Rá tudod tenni egy mérlegre, vagy meg tudod mérni a tartalmát, érted? Térfogatát, akármit. Érted? A szeretetnél nincs mértékegység, nem? Tehát ez nem lehet mértékegységbe mérni. Minden anyagnak van mértékegysége, nem? A szeretetnek nincs. De nem anyag. Így van. Na most gondoljuk végig, ha a szeretetnek nincs mértékegysége, akkor ugye ez nem anyag. Na most akkor hogy lehet mégis, hogy a szeretet az jobban befolyásolja az embernek a boldogságát, mint az anyag? És hogy lehet azt elérni, hogy ez működjön? Tehát akkor nem anyagi körbe tartozik a szeretet, hanem a szeretet az micsoda? Az egy pozitív érzés, nem? Nem az? Egy olyan pozitív érzés, mint mikor, ha valaki téged szeret, érzed? Ha gyűlöl, azt is? Oké? Tehát így nincs mértékegység, nem? Hát nem tudod azt mondani, nem, mérjük meg a gyűlöletének a térfogatát, vagy mit, vagy a súlyát. Nem tudsz ilyet csinálni. Tehát az egy érzés. Na most, hogy jutottunk oda, hogy ez az érzés a mai társadalomban eléggé hiányos? Ez a pozitív érzés. Hát úgy, hogy elkezdték behelyettesíteni az anyaggal, nem?
Tehát például ma a szülő a következőt csinálja, gyakorlatilag anyaggal próbálja megvásárolni a gyerek szeretetét. Nem? Ezért megpróbál minél többet, több anyagot adni a gyereknek, azért, hogy hát, ha több szeretetet fog visszakapni, nem? Ezt csinálják. Ezt csinálják a szülők. De valahogy ez nem így működik. Na most a szeretet az egy alaptulajdonsága az embernek. A szeretet az bennünk van. Az minden ember beleszületett képessége vagy tulajdonsága a szeretet. Ehhez képest ezt jól elérték, hogy kineveljék az emberekből, nem? Főleg az, ami alapvetően bennünk van, a feltétel nélküli szeretet. Tehát a feltétel nélküli szeretet manapság, hát nem egy társadalmi jelenség. Hát nem elég ritka. Kisgyerekeknél van, így van, de a felnőtteknél nem jellemző. Na most gondold végig, akkor hogy lehetne elérni azt, hogy az emberek jobb állapotban legyenek? Hát nyilvánvaló úgy, hogyha jobban szeretnék egymást. De ahhoz, hogy jobban szeressék egymást, az több anyagot kell nekik adni? Hát nem. Nem. Hát nyilván úgy, hogy többet alkalmazzák magát a szeretetet, mint érzelmet, mint érzést, nem? Egymás közt. Nem úgy kellene? Na most, ha valaki ezt nem tudja, mert mondjuk kinevelődött belőle, most mindegy, hogy kinevelte ki, kinevelődött belőle, és valahogy ez a szeretet nem úgy működik, ahogy kellene. Akkor hogy lesz, lehet azt elérni, hogy több szeretet legyen benne? Tehát van egy, mondjuk egy emberke, aki él egy családi környezetben, ott van egy szeretet működés, ami mondjuk ma átlagos társadalmi szinten van. Tehát mondjuk az a szeretet, hogy mondjuk tévézzünk együtt. Az a szeretet. Érted? Vagy az a szeretet, hogy menjünk-e együtt nyaralni. Az a szeretet. Érted? Ez a szeretet. És akkor elmennek nyaralni, és akkor jaj, de jó, van három helyiség, és háromféle... Három tévé van a három helyiségben. Akkor én ezt nézem, ő azt nézi, ő meg amaszt. Vagy én ezt szeretném látni, ha már ott vagyunk, a másik amaszt szeretné látni, a harmadik meg éppen a vízbe úszkálni szeretne. És akkor tök jó, el vannak külön. Tehát én ugyanam nem ez a szeretet, nem? Tehát az embereknél elérték, hogy ez valahogy így működjön, nem? Na most akkor hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy tényleg legyen szeretet? Tehát ilyen családok vannak egymástól, hogy tanulják meg a szeretetet, mikor ezen a területen mind sérült. Az egész család. Mindből kinevelték, mind azt hiszi, hogy ez a normális. Mert a többi rokona is, meg barátja, meg ismerős, meg a szomszéd is így működik. Hát honnan tudná, hogy hogy kellene jobban csinálni? Tehát ha megnézed, vannak emberek, akik hát nem túl boldogok, megnézed az emberi kapcsolataikat, és rájössz arra, hogy gond van az emberi kapcsolataival. Tehát nem boldog, tudod, miért nem boldog? Mert az emberek nem szívesen vannak vele. Nem szeretik, így van. Nem szeretik az emberek. Ezért nem boldog. Hát most, hogy ha valaki itt tart, hogy nem boldog azért, mert nem szeretnek vele lenni, akkor hogy tudná ezt megváltoztatni? Hát biztos kipattan az isteni szikra, és ennentől kezdve így fogom csinálni. Nem? Hát biztos nem így fog működni nála. Nem?
Hát az életedben valamit nem tudtál, akkor a legtöbb esetben ez úgy történt, hogy puff, isteni szikra kipattant, és már rögtön tudtad, nem? Hát biztos nem. Hanem úgy, hogy el kellett kezdeni azzal foglalkozni, nem? És tanulni kellett, így van. Tudást elsajátítani valamilyen formában, annak több formája létezik. Tehát valamilyen formában elkezdted elsajátítani azt a tudást. Tehát ha valakinek nem jók az emberi kapcsolatai, akkor meg kell tanulni, hogy jó legyen az emberi kapcsolata, nem? De hát eleve ott kezdődik a dolog, hogy ugye van az embernek a mások, az a párod, a szüleid, a gyerekek, mások, 1, 2, 3, 4 terület. Tehát 4 terület. De ez a 4 terület, ugye a párod, a szüleid, a gyereked, mások, ezek mind mások közé tartoznak, de ez ott kezdődik, ha jobban végig gondolod, hogy egyáltalán hogy vagy te magaddal. Tehát megnézel egy olyan embert, akinek nem jók az emberi kapcsolatai. Beszélgess már vele és kérdezz meg, illetve kérdezz tőle, nem ezt kell megkérdezni, csak kérdezz tőle. És akkor kiderül, hogy az illető mennyire leértékeli saját magát. Mennyire, hogy is mondjam, mennyi problémája van saját magával. Érted? Tehát mennyi gondja, baja van saját magával. Ott kezdődik a dolog, ha jobban megnézed. Tehát az illető, aki nem bánik jól a környezetében lévő emberekkel, mondom, beszélgess el vele, és rájössz 5 perc beszélgetés után, hogy panaszkodik az emberekre, önmagára, ez a bajom, az a bajom, amaz a bajom. Érted? Tehát ránézel és látod, hogy nem csoda, hogy nem tud jó állapotban lenni a saját környezetében lévő emberekkel. Nem tudja, hogy nem, tehát nem csoda, hogy nem tudja őket szeretni, hát saját magát se szereti. Nem? Tehát nem a jót látja magába, hanem a rosszat. Ezért az emberekben se a jót látja, hanem a rosszat. Nem? Na most, ha valaki ide jutott az élet során, mert nem így született, mert mindenki, mikor megszületett, önmagában a jót látta, meg másokban is, ide jutott az élete során, akkor szerinted mitől fog megváltozni? Magától. Ha magától biztos nem. Ő saját magától. Hát attól függ, 2 dolog kell hozzá. 1 dolog nem elég. 2. Tehát most gondolj bele, él egy olyan környezetbe, aminek a hatására lett olyan. Na most, ha ugyanaz a környezet, ugyanazt a hatást generálja. És az a környezet, az micsoda? Elsősorban emberek. Tehát milyenek a barátai? Vagy ha már nincsenek neki azokkal, akikkel kommunikál, teljesen mindegy. Milyen környezetben él? Tehát eleve ott kezdődik, hogy az ilyen embert el kellene vinni, bevinni egy olyan környezetbe, ahol másként gondolkodó emberek, másként működő emberek vannak. Jobban gondolkodó, jobban működő emberek vannak, nem? Hát eleve itt kezdődik. Tehát enélkül felejtsd el. Tehát az ember a csótány után a világon a legalkalmazkodóbb lény. Alkalmazkodóbb, mint a patkány. A patkány az csak a 3. helyen van. Tehát még a patkányt is leelőztük, így van. Szóval, mivel ilyen alkalmazkodó lények vagyunk, hát ugye
Mit csinál a csótány, meg mit csinál a patkány? A környezetéhez alkalmazkodik. Az alkalmazkodás azt jelenti, hogy hozzá alkalmazkodunk a környezetünkhöz. Amilyen a környezetünk, olyanok vagyunk. Tehát minden ember olyan, mint a környezete. Érted? Ami azt jelenti, hogyha ő jobba akar válni, akkor környezetváltozásra van szüksége. Hát nem az a környezetváltozás, menjünk el nyaralni. Hát az csak egy hetes vagy egy kéthetes környezetváltozás, és mi lesz a többi 57-tel az évben. Tehát az azt jelenti, hogy kell egy olyan környezet, egy olyan csapat, egy olyan közeg, egy olyan közösség, ahol az emberek másként működnek. Jobban működnek. Világos ez? És lehetőleg minél többet kell ebben a közösségben, ebben a környezetben lenni. Világos ez? És minél kevesebbet abba a környezetben lenni, ami oda juttatott, ahol vagy voltam. Érted? Nekem miért könnyebb, mint egy kezdőnek? Mert nekem 28 éve van saját környezetű csapatom, amit én hoztam létre. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy 28 éve nekem nincs olyan környezetem, mint az átlag embereknek. Világos? Emiatt én egész másként gondolkozok, mint az átlagember. De a csapat miatt, értitek? A környezet miatt. Hát ott kezdődik, hogy engem érdekel, ugye hallottátok 96-tól a szellemi dolgok, illetve világéletemben érdekeltek a szellemi dolgok, de csak így, mint misztikum vagy mese találkoztam a szellemi dolgokkal. Tehát a életben nem annyira. És ugye a 90-es évektől viszont ezen a területen ugye elindult az élet, és ugye én is egyre inkább megismerkedtem a szellemi dolgokkal. Tehát mondhatjuk azt az élet tudásával. És hát nagyon örültem ennek a ténynek, hogy hála Istennek, ilyennel már lehet foglalkozni. És rájöttem ugye arra, hogy nekem olyan kommunikációra van szüksége. Na, hogy alakul ki a szeretet? Na, nagyon egyszerű. Két ember között úgy alakul ki a szeretet, hogyha tudnak azonos témáról kommunikálni. Azonos témájú kommunikáció szimpátiát kelt az emberekben. És mivel azonos témában kommunikálnak, a szimpátiát egyetértés előzi meg. Tehát ha te tudsz emberekkel azonos témáról beszélni, amiben együtt tudtok érteni, akkor az az illető neked szimpatikus lesz. Ha elkezd szimpatikussá válni valaki, és ha egyre többet és többet kommunikáltok, akkor egy idő után már nem szimpátia van köztetek, hanem szeretet. És elkezd szépen kialakulni a szeretet. Két ember között. De ha te egy olyan közösségben vagy, ahol úgy tudsz más emberekkel is kommunikálni, hogy egyetértőek tudtok lenni, egyetértésben tudtok lenni, akkor ők is szimpatikusak kezdenek lenni. És már nem csak egy ember szimpatikus, hanem egyre több és több. Mert a közösségben hasonló gondolkodású emberek vannak, hasonló érdeklődésű emberek vannak, hasonló nézőpontú emberek vannak, nem kell azonosnak lenni, hasonlónak. Mondhatnánk azt, hogy hasonló gondolkodású emberek vannak.
És tudsz velük egyetértő kommunikációt folytatni, az egyetértésre pedig elkezd kialakulni sok-sok emberrel a szimpátia, és akikkel többet kommunikálsz, több egyetértésre tudsz jutni, és már nem csak szimpátia van, hanem szeretet is. És szépen kialakul egy szeretett közösség. És elkezdik emberek a szeretetet egymás közt gyakorolni. Még akkor is, ha nem tanulják. Persze a plusz tudás az nem árt, az csak hasznos. És onnantól kezdve az ember, ha bekerül egy olyan társaságba, ahol azonos nézőpontból látnak dolgokat, és ezért egyetértő kommunikációt tudnak folytatni, akkor onnantól kezdve tuti, hogy a szimpátiából szeretet fog kialakulni. És a szeretet bearanyozza az ember életét. Kialakítja szépen az emberekben a boldogságot. És minél több emberrel tud szeretet kapcsolatban lenni valaki, annál boldogabb és boldogabb. Na most akkor képzeld el, kikkel tudsz könnyebben együttműködni? Olyan emberekkel, akit szeretsz, és téged is szeretnek, vagy olyan emberekkel, akik csak érdekből működnek veled együtt. Mint például a munkahelyen. Kikkel tudnál jobban együttműködni? Hát nyilván nem kérdés, hogy azokkal sokkal könnyebben tud az ember együttműködni, akik közt van szeretett kapcsolat, nem? Ez nem kérdés. Na most, miért kell együttműködés? Hát nagyon egyszerű. Hát mert egyedül vagyunk többre képesek, vagy együtt? Hát nem kérdés. Hát együtt sokkal többre vagyunk képesek, mint egyedül valaki, nem? Hát de mire legyünk képesek? Mondjuk arra, hogy a bolygón kialakítsunk egy olyan társadalmat, ahol az emberek szeretik egymást. Érted? Tehát nem csak egy közösségen belül, hanem a bolygón elérni azt, hogy az emberek szeressék egymást. És aki erre nem hajlandó, annak nincs itt a helye a bolygón. Érted? Szó szerint. És ezt úgy hívnák, hogy aranykor. Tehát, hogy kialakítsuk azt a szeretett társadalmat, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve működni. Ahol nem kell hatalom, amely irányítja a balgákat, meg ilyen baromság, érted, a tudatlan senki házikat, mert körben ma ez van a bolygón. Ahol az emberek gyönyörűen együtt tudnak működni. Érted? Nincs irigykedés. És ugye miből indultam ki, emlékeztek? Abba a kis faluba, abba az ezerfős faluba, onnantól kezdődött a probléma, amikor elkezdtek az anyagi különbségek lenni. Tehát persze voltak akkor is anyagi különbségek, mert nyilván, mit tudom, a TS elnök jobban élt, de mégse irigykedtek rá az emberek. Az orvos például jobban élt, mint a többiek, vagy a iskolaigazgató jobban élt, mint a többiek. Érted? De nem olyan mértékben, mint mikor tényleg elkezdődött a seftelésből származó anyagi különbségek. Persze, hát régen is volt az, hogy bizonyos pozícióban több volt az embereknek. De most akkor kérdezem én téged, mérd magadat mondjuk egy Rockefellerhez. Hogy Rockefeller
familiából az első számú embernek, mit tudom én, hogy hívják, mindegy, mekkora vagyona van. És nézd meg a te vagyonodat. Hasonlítsd össze. És szerinted ő annyival többet ér, amennyivel többszörös a vagyona? Hát a anyját azt ér többet, tudod? Azt ér többet. Oké? Hát persze, mit tudom én, mondjuk háromszorosa lenne a vagyona. Az még belefér. Vagy még ötszöröse is. Na, még az is. De az, hogy mit tudom én, 5000-szerese, vagy 10000-szerese, vagy 100000-szerese, az hogy fér fele? Vagy milliószorosa? Milliárdszorosa. Érted? Az hogy fér bele? Tehát ő annyival többet érne? Hát ezt neki. Azt. Meg ezt is. Oké. Tehát ez lenne a normális világ, hogy egyesek azt gondolják, hogy ők annyival többet érnek? Hát az anyjukat érnek többet azt. Érted? Tehát gondold végig, milyen társadalmi formában élnél szívesebben? Egy olyanban, mint most van, hogy gyakorlatilag ahhoz mérik, hogy mennyi a vagyona, ahhoz mérnek téged. A vagyonodat az ő vagyonához, és az ahhoz értékelik őt meg téged, érted? Vagy tényleg egy olyan társadalomban, ahol normálisan tud működni ez a dolog. Hát melyik lenne a jobb? Tehát egy olyan társadalom, ahol irigykedés, gyűlölködés van, vagy egy olyan társadalom, ahol szeretik az emberek egymást, és egy olyan társadalom, hogy nagyon nehezen működnek együtt, vagy egy olyan társadalom, az emberek szívesen működnek együtt, és jól tudnak együtt működni. Hát melyik lenne a jobb? És akkor egy jól működő társadalmi forma a bolygón, az magától fog létrejönni? Azt nem kell kialakítani? És ezt a feladatot mi kaptuk. Ilyen egyszerű. Honnan kaptuk? Nem a kormánytól, nem is a Rockefeller családtól, nem. De honnan kaptuk? Fentről. Teremtők adták ki ezt feladatul. Oké, hogy ezt csináljuk meg. Ezen a bolygón létre kell ezt hozni 16 éven belül. Oké. De inkább előbb, mint később. Később nem lehet. Ezen belül kell megcsinálni. És ehhez keresünk együttműködő társakat. Oké? A tudást olyan módon adjuk át, hogy az bárki számára elérhető. Még akkor is, ha netántán azt mondaná, hogy hát neki nincs pénze. Vagy akkor is, ha netántán azt mondaná, hogy neki nincs ideje. Akkor is. Tudod miért? Mert a felvételeket bárki le tudja hallgatni, bármikor. Érted? És ha bárkinek megnézzük a kiadásait, hogy mennyit költ csak saját magára, nem a családjára, akkor kiderül, hogy annak a tandíjnak, ami itt havonta van, annak a nagyon sokszorosát költi saját magára havonta. Tehát ami azt jelenti, hogy egy olyan módon elérhető a tudás és a közösség, ami teljesen egyedülálló bolygószinten. Teljesen egyedülálló. És ráadásul nem vagyunk semmilyen politikai vagy vallási befolyással bírók. Nem vagyunk. Függetlenek vagyunk teljes egészében. És azok is maradunk. Úgyhogy, hát erre várunk benneteket szeretettel. Nyilván akik már itt vannak azoknak. Ugye egyszerűbb ez a kérdés már, mert ismerik. Ha
még nem vagy, akkor ismerkedj egy kicsit jobban, nézd bele jobban is, gondolkodj el azon, hogy mi akadályoz téged abban, hogy elindulj a boldogság útján? Semmi. Semmi nem akadályozhat. Te akadályozhatod a saját magadat. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Coach képzésünk lesz szünet után. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. És a növekedés coach képzésünk következik, ami egy fontos téma is annak. Abba lehet betekinteni azoknak, akiknek erre olyan jogosultságuk van, hogy egy olyan személlyel együtt tudja nézni, akinek erre a képzésre van hozzáférés. Mindenkinek jó tanulást és további szép estét kívánok. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szeretlek benneteket, és csináljuk meg az aranykort. Sziasztok!